A 2014-ben indult mozgalom Angliában indult útjára, és ma már egyre többen csatlakoznak a januári Veganuár elnevezésű kihíváshoz. Az állati eredetű ételektől mentes próbatétel évről évre egyre nagyobb figyelmet kap, valamint a húsmentes élet, legyen az vega vagy vegán, mindinkább elfogadottabb, mint korábban, sőt hosszú távon is egészséges, változatos és biztonságos lehet. Nagyon sokan ugye életmódot akarnak váltani, nagyon sokan az egészségmegőrzés miatt választják. Maga Veganuári egyébként pont ennek kapcsán volt, most már inkább úgy hívják és úgy jellemzik, hogy egyfajta kihívás, hogy igazából próbáljuk ki akár egy napig, akár egy hétig, akár 30 napig, ugye innen jön a Veganuári, hogy mondjuk akár egy egész januárt végigcsinálni, és nézzük meg, hogy ez milyen élettani változásokat hoz az életünkben, mi az, amit hozzá tud tenni, és ebből mindenki ki tudja választani magának, hogy hogyan illik ez be az életébe hosszabb távon. A próbatétel alatt jó néhány változást tapasztalhatnak a résztvevők, a húsmentes életmód jótékonyan hat az emésztő és a bélrendszerre, és az energiaszint is nőhet. Tédi Szilárd szerint ez a kihívás kifejezetten jó újévi indítás, mivel a tiszta növényi étrend fogyasztása a szervezet méregtelenítésére is kiválóan alkalmas. Én úgy gondolom, hogy az energia szintje mindenféleképpen növekszik valakinek, főleg, hogyha mondjuk tiszta és nem feldolgozott élelmiszereket vesz magához. Az emésztőrendszer, a bélrendszer azért a szervezetünk egy nagyon komplex dolog, és az emésztőrendszerünk a legnagyobb szervünk, és ebben azért a növényi táplálkozás nagyon sokat tud segíteni, hogy olyan dolgok és olyan méregtelenítő folyamatok induljanak be, amik aztán hosszú távon mindenképp hozzátesznek az ember egészségéhez. Sokan nem is gondolják, de a vegán konyha rendkívül kreatív és változatos. Ebben a győri vegán étteremben a megszokott ételek mellett különböző akciókkal is várják a vendégeket. Hálainknak egyre nagyobb az érdeklődés maga a vegán táplálkozás és az éttermünk iránt is. Amivel mi készülni fogunk idén a Veganuár alkalmából, az egy nyers vegán méregtelenítő kúra, ami egy hetes lesz. Ezt a kúrát nem először csináljuk már, ugyanis egyidős magával a Veganuárral és az étteremmel is. 8. éve lesz, hogy többször is megismételjük ezt már évente. Hálainknak nagyon nagy erre is az érdeklődés, valamint akciókkal fogunk még készülni. Természetesen nem csak vegánok látogatnak a győri étterembe, hanem azok is, akik esetleg ételérzékenyek. Itt ugyanis minden glutén és cukormentesen készül, a növényi táplálkozás pedig a bőrre is csodás hatást gyakorol, és egyes számítások szerint egy ember egy hónap húsmentes étkezéssel körülbelül 30 állat életét mentheti meg.